Sziasztok! Ugyan nagyon durva belegondolni, de nemrég volt a 6. évfordulója annak, hogy vegetáriánus lettem, ezért arra gondoltam, hogy csinálnék egy Mit eszem a héten videót. Természetesen ezt kérem, senki ne vegye példának, nem vagyok dietetikus, és abszolút tisztában vagyok azzal, hogy lenne még hova fejlődnöm a témában, inkább csak egy inspirációnak szántam ezt a videót. A hétfő reggelt egy spáros pizzás csigával kezdtem, ami még előző napról maradt meg, és bevallom, nagy kedvencem. És délelőtt pedig tanulás volt a program, ami mellé ettem egy kis áfonyás joghurtot és édességet nasinak. Ebédre pedig egy paradicsomos, babos, kukoricás, tofus ételt készítettem, ami mellé kuszkuszt csináltam krepnek. Voltam délután edzeni, szóval most nagyon éhes vagyok, ilyen vega pástétomos, olivás csapatta a vacsorán, paradicsommal, uborkával és mozzarellával. Most kaptam reggelit, ami vajaspirítós, paradicsom és kakaó, és imádom kakaóval indítani a napot. Ma egy ilyen tanulós napot tartok, szóval nagyon jól jött, hogy a tegnapi maradékot meg tudom most enni ebédre. Nagyon szeretem a kávét, de nagyon igyekszek nem minden nap inni, mert nem szeretnék ráfüggni. De ha iszok, akkor évek óta már csak növényi tejjel, a zöldtej a kedvencem, mert sokkal jobban bírja a szervezetem, a bőröm és az ízét is sokkal jobban szeretem. Ettől függetlenül továbbra is fogyasztok tejtermékeket, de azért próbálom egyre jobban visszaszorítani azokat is. Ezt egy picit összetörtem, de attól még az íze nyilván ugyanolyan jó. Bevallom, én a szerdákat nem annyira szeretem, mert általában nagyon rohanósak szoktak lenni. Ezen a napon például pont nem volt időm reggelizni, mert délelőtt zéhet írtam bent az egyetemen, és azután is siettem tovább dolgozni, szóval csak arra volt időm, hogy útközben beugorjak egy kis végsütiért és egy smoothieért, amit szintén csak órákkal később tudtam meginni. Épp ilyen, mit adtam a héten videót csinálok, szóval azért nagyon jól beleillik. Este pedig bevallom, se kedvem, se energiám nem volt nekiállni főzni, ráadásul átjött még a barátom is, szóval inkább úgy döntöttünk, hogy tartunk egy mini randi estet, és elmentünk pizzázni, ami hát nyilván egy jó döntés volt, nagyon finomakat ettünk. Csütörtökön sajnos szintén nem volt időm enni munka előtt, de képzeljétek, az egyik diákomtól kaptam sajtortát, amit ő maga sütött, hát mennyire kedves már, szóval végül azt reggeliztem. Még reggel csináltam magamnak ebédre egy salátát, igazából csak uborka van benne, paradicsom, mozzarella, olívabogyó és olívaolaj, viszont természetesen nem volt időm megenni munka közben, szóval szegényt megutasztottam, viszont akkor már, hogy így alakult, csinálok mellé néhány vegan nuggetset itthon. És egyébként az egyik legfinomabb dolog a világon a mézes barbecue szósz. Mivel tegnap végül ilyen fél öt körül ebédeltem, ezért így már nem vacsoráztam. Cserébe ma elég éhesen ébredtem, és egy nagyon hosszú nap vár rám, ezért egy kiadós reggelivel kell kezdenem a napot, és most kivételesen reggel kávézok, ezért már itt is van a kedvenc bugrimben a zöldtejes kávém, és egy nagy adag zapkásával fogom indítani a napot, amit én mindig chiamakkal készítek el, és most van rajta, bocsánat, ez a kanalam volt, csoki, szilva, banán és fagyasztott áfonya. És én egyébként jobban szeretem a sós reggeliket, de most nem volt semmi ahhoz, szóval inkább összeraktam egy gyümölcsös zapkását.
Közben már az ebédidő is bőven elmúlt, csak eléggé elhúzódott a magánóra, amit most tartottam, de már nagyon éhes vagyok, és nagyon gyorsan kell ennem valamit. Szóval a múltkor vettem a Tesco-ban ilyen édes burgonya kókusz levest, amitől egy picit félek, hogy őszintvágyak, de nyilván reménykedek, hogy finom lesz. Egyébként lesz a belé fanpaste, és most ez lesz az ebédem. Végül tettem még a tetejére ilyen pirított, sok magvas kenyér darabkákat, ami ugyan elrontja az összképet, de cserébe laktatóbb lesz. Így péntek este alkalmából elmegyek iszogatni a barátaimmal, és ugyan hatalmas késésben vagyok, de mindenképp bekapok majd valamit útközben, mert ez így nyilvánvalóan nem lesz jó. Aztán hát még ki tudja, hogy alakul el este. Kaptam reggel kávét az ágyba. Ezeket még nem említettem idáig, de szintén nagyon fontos számomra, hogy igyekszek minden nap másfél, inkább 2 liter vizet meginni, illetve hogy reggelente bevegyem a vitaminjaimat. Most csak ezt a 2 vitamint szedem napi rendszerességgel. Először is itt van a B12 vitaminom, ami ilyen fújós, cseresznye ízű verzió most, ezt szokták ajánlani mindenkinek, aki nem eszik húst, illetve magnéziumot szedek még, aminek nyilván rengeteg jótékony hatása van, de ezen kívül nem szedek semmilyen más ételkiegészítőt, és hát egy ideális héten 4-5-ször szoktam edzeni, heti 2-szer táncolok, és heti 2-3 alkalommal szoktam a konditerembe járni. Most egy kis egyszerű és gyors reggelire vágytam, szóval ezek ilyen vega pástétomos kenyérkék paradicsommal. Még pár hete vettem a Lidliben egy jackfruit konzervet, és én egyébként még nem kóstoltam ezt a gyümölcsöt soha, viszont fogalmam sincs, hogy kéne jól elkészíteni, hogy milyen ételt kéne készítsek belőle, hogy az tényleg finom legyen. Szóval ezt most elnapolom még egy kicsit, de hogyha valakinek lenne egy jól bevált receptje, annak nagyon-nagyon örülnék. Így vasárnap ebédre arra gondoltam, hogy indiait csinálnék. Van itthon egy ilyen tejszínes kókuszos szószom, és ezt szeretném most megcsinálni tofúval, illetve csicseri borsót is adok majd mellé, és szerintem rizst csinálok krátnek. Vasárnap este 9:30 van, és én most jövök haza a konditeremből. Most végeztem az alsótest edzésemmel, és nagyon-nagyon éhes vagyok, de nincs otthon semmi, amit így kívánnék, és szívesen megennék, mert most nagyon édesre vágyom, és szénhidrátra, és hát üres a polc és a hűtő. Szóval most gyorsan beugrottam még a boltba, és vettem magamnak 2 csokis croissant, és ez lesz most a vacsorám. Méltó és szép lezárása a hétnek? Egyértelműen nem. Nagyon éhes vagyok? Egyértelműen igen.